Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértünk ide a Roblox világába, és hoztam nektek egy elképesztően durva pályán, amiben nem más van, mint árvíz keletkezik a Robloxba, és hogyha nem sietünk, akkor az egész házunkat itt teljesen elereszti, mert figyeljétek, már itt van a kanapém, és konkrétan, hogyha szépen ide le akarnék ülni és belógatni a lábamat, akkor nem csak szépen lógatnám, hanem így áztatnám a talpamat. Kóstold meg te is a sárki drinket, mert tök finom. Keresd az üzletekben. Én nem akarok áztatni most talpat, én inkább menekülni szeretnék. Azt, ez valami elképesztő, figyeljétek, a fél város segít nekünk itt, Frank. Nem tudom, hogy Frank miért segít nekünk, de gondolom, ő már kiszökött innen korábban, vagy az ő városában is volt már árvíz. De ez a lényeg, srácok, ebben az obiban nem más kell csinálnunk, mint kiszökni az árvíz elől. Ha izgultok, hogy vajon mi lesz ezen a pályán, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, de én meg csak megyek tovább, és az elke nagyon király akadályokon haladok és futok, és ez valami nagyon hihetetlenül királyul meg van csinálva. Figyeljetek, az egész út, a rendőrautók, a busz, öcsém vitte a nagy párizsiket a boltba, figyeljetek, a kamion, azt még ő is lerobban, de nem baj, most nekünk el kell mennünk, el kell jutnunk, srácok, a boltig, hogy kiszabaduljunk, és tudjuk valami élelmet venni, mert hát a fejemen kívül, a sajton kívül a fejemen nem tudok más tenni, de az csak az utolsó esetbe eszem meg, nem fogok én sajtot enni. Ki a házunkból látta? Ó, most betörhetek itt a hátuljába, én csak a párizsiket szeretném megenni. Hát nem igazán, szerintem nem díjazza sajnos, de mindegy, akkor átugrok ide, aztán átugrok ide. Nem teljesen egyértelmű, hogy merre kell menni, például oda is vissza lehetett volna jutni, de nem baj, itt vagyok egy ház másik tetején. Jó, hogy még ilyen emeletes házak vannak, nem csak ilyen pincék, meg ilyen kis vityillók, mert hát ott már minden víz alatt lenne, azt nekünk itt a savba vagy a vízbe úszni kéne. Hát ez meg milyen virág, hát ez nagyon gyönyörű. De most miért lentébb haladok? Oké, erre menjünk, azt mondjad, azta! Hogy el, ja, hogy, ó, félreértelmeztem a mondani valóját, erre kell menni. Hát oké, igazándiból valami meglepetést kapunk, azt írja fel, hogyha 15 perc alatt végigvisszük a pályát. Hát igazából én megpróbálom, nem vagyok benne biztos, már rengeteg obit srácok már megcsináltunk így együtt, de ki tudja, hogy ez milyen hossz lesz. Valaki itt már a 15. stage-nél jár, én most tartok a 7-nél, szóval gőzöm sincs, hogy milyen hossz lesz. Gőzöm sincsen, ó, főleg, hogy így a ház peremén kell haladni, de csináljuk meg, 15 másodperc alatt le kell hozni az obit, akkor valami lehet valami plusz achievementet, vagy valami. Figyeljetek, itt van az, hogy meglepetés, csak azt mondja, hogy meglepetés, azt nem árulja, hogy mi az a meglepetés, de ne baj, mert itt vagyunk a legmagasabb ponton, az ilyen világítótorony, vagy daru, egy daru tetején parkúrozunk. Ez az egyik James Bond filmben, és azt hiszem a Casino Royale-ban van ilyen az, hogy itt vagyunk a daru tetején, aztán leugrunk meg minden, de nekünk azta, hát mit csinálok itt, valami kőkitermelés, vagy valami bánya van? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, szerintem tippeljétek meg a kommentek között, hogy hány perc alatt fog sikerülni kivinnem ezt a pályát. Aki a legtöbb lájkot nyer, meg legközelebb van, annak beszívezem a kommentjét, hogyha megtalálom, de menjünk, még egy daru, a másik daru, helikopter, hát, hogy azt hittem, hogy itt lesz a pálya vége, mert hát ez elég hamar megcsináltam, nem 15 perc alatt, jó, sikerült, jó napot kérlek, ez mi mozog itt? Ég a tűz. Oho, oké. Akkor most már tűz is van, nagyszerű. Menjünk tovább, menjünk, srácok. Most próbálok ténylegesen olyan gyorsan megcsinálni ezt a pályát, ahogy csak lehet, mert hát mondta, hogy kihívás van, 15 perc alatt meg kell, hogy csinálja. Én meg hát szeretem az ilyen kihívásokat így a Robloxon belül. Hát, szerintem most olyan 4 percnél tarthatunk a videónak, így azt gondolom. Aztán, hanyadik stage, hanyadik? Ők 16, én meg a 10-nél tartok. Hát, ha így haladunk, mi? Ahogy még egyszer se estem le. Ha így haladunk, bőven meg tudjuk csinálni ezt a 15 másodperces határt. Lecsekkoltam, ténylegesen 4 perc körül tartunk. Nagyon szuperül nyomjuk, srácok. Nagyon szuper, ez azért van, mert szurkoltok nekem itt a képernyőm másik felén, amit köszönök szépen. Meg megnyomtatok a nagy like gombot, én azt is tudom. Ó, de ide hova? Innen a túloldalra. Konkrétan mondta, hogy itt el lehet tévedni, azt egy... Beleért a lábunk a savba.
Honnan fogom az egészet újra kezdeni? Jó, hát nem olyan túlságosan messziről, de beleért, most először kellett újra spawnolnom. Hát ez nagyon durva, eddig kibírtam újra spawnolás nélkül, de most hát tényleg figyeljünk oda, nincs kapkodás, mert akkor csak előről kell kezdeni az egészet. A kapkodás az nem szép dolog, srácok, nem hagy magunk után jó nyomot, ha kapkodunk. De ne, mi, elakadtak a 16-os stage-nél mindannyian? Mert most hát 17-18-nál járnak, lehet, hogy az valami elképesztően extrém stage. Stage-rás, és nem is fogom 15 perc alatt megcsinálni, de jupi, ugorjunk, ja, hogy ja, itt a széle, aha, oké, remélem, hogy lesz valami checkpoint, nem mindenki az egészet végig kezdeni, de már mekkora víz van, majdnem már az emeletre él, az emeletes házba, na itt vagyok, srácok, óha, ja, hogy itt mi van? Hát bevallom az őszintét, fogalmam sincs, hogy most miről beszélünk, mert most csak megyek ide-oda, aztán benne állok a vízbe, aztán egy kicsikét bugos lenne ez a stage, és azért van az, hogy nem lehet innen gyorsan kijutni. De hát igazán jól itt vagyok, átgázoltam a vizem, meg ilyenek, meg olyanok, de itt van a következő checkpointunk, szóval olyan nagy gond nem lehet. Ez az, és jön a tize, aha, ho, ezért töltöttek itt sok időt, mert nem tudták, hogy mi a feladat. Én is egy picikét meg voltam én is akadva, de nem baj, mindjárt utolérik, úgyhogy mi az elejéről kezdtük, ők meg ilyen, mitől 16, 17, nem, 15-16 körül járhattak, szóval szerintem 19, vagy megint a 19-es már megint valami iszonyatosan nehéz stage le, vagy vajon ki fogunk jutni, és ez itt az, jaj, ne visszaszpónolt, végre utolértük az egyik társunkat, na jó napon, Jumpa 61, mi van, nem tudjátok, hogy kell innen kimenni, Jumpa? Meg a healing se tudja. Én akkor követem őket. Hát mit törjem a fejem, amikor ők megmondják? Na mi van itt? Ó, oké. Itt valami cuccra van. Aha, tudok repülni. Azaz fura. Csak ez itt a pálya vége legalábbis, én úgy gondolom, mert itt vagyunk a 19-es stage-el, aztán én tudok super jumpolni, meg repülni, meg ilyenek, hát akkor én bevallom az őszintét, én nem tudom, hogy itt most miért van vége a pályának, és mivel vagyunk előrébb, mint hogyha nem itt lennénk, mert hát egy ilyen zöld fura helyre bejutottunk, ez egy elég fura pálya, srácok, igazából ez egy benyakút, egy edzőteremben, meg ilyen húzóckodóval, meg egy bolttal. Gőzöm sincs, hogy miért ez a pálya vége, de bőven kivittük 15 perc alatt, ami elképesztő, srácok. Megkaptuk a... hát semmiféle izét nem kaptunk, ajándékot, amihez megcsináltuk. A startra lehet menni, aztán ez ennyi. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, én remélem, hogy élveztétek a videót, hogyha így volt, akkor nyomtok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, de az a durva, hogy megvok ide még a hát, azokon most nem is tudok ugrani, meg reszetelni nem akarom, mert visszajutok, de mindegy, ez a pálya ennyi. Ez a vége elég fura volt, de úgy maga a pálya jól meg volt csinálva. Legyetek jók, sziasztok!